Ez egy nehéz győzelem, ez egy kiizzadott győzelem volt tulajdonképpen, bár azért elég sok lehetőségünk volt a gólszerzésre, de valahol tulajdonképpen a védekezésünkkel nyertünk, én úgy gondolom, lezártuk a területeket, és utána kontrasztunk, ami helyek közzel sikerült is. Bebétónak azért elég sok helyzet kellett a gólszerzéshez most. Nem tudom, valamit kell majd vele csinálnom, mert tényleg az egyik nagy problémánk, hogy túl sok helyzetet puskázunk el, és ezért nagyon nehéz azt, hogy mondjuk minden meccsen 5-6 helyzet kell egy gólhoz. Tehát ez borzasztó nehéz, és ez egy nagyon nagy felelősséget ró a hátsókra, hogy ugye addig tartani azt a bizonyos nullát ott, amit mi oldalunkon. A fiatal játékosok viszont igen éretten futballoztak ahhoz képest, hogy hány évesek, 17-20 éves játékosokról beszélünk. Hát le a kalappal előttük, most itt említhetném akár a Botka Endit, vagy akár a Kitlimikit, tényleg nyilvánvalóan csapatmunka, de az nagyon sokat segít, hogy fiatal emberek a korukat meghazudtóan éretten tudnak futballozni, és azt tudják nyújtani, ami kell egy csapatnak. Azért erre szokták azt mondani, hogy ez egy nagy 3 pont a Kecskemétnek, nem? Nyilván, de minden 3 pont nagy. Tehát most a helyzetünkben persze nyilván ez egy nagyon komoly fegyvertény, de ha picit lettek elégedetlen, akkor talán az, hogy keveset mertünk játszani. Tehát inkább bennünk volt a félsz, hogy nehogy hibázzunk, mint az, hogy bátrabban egy picit játszottunk volna. Most ilyenkor nagyon nehéz bármit is mondanom, mert azt gondolom, hogy a semmiből kaptuk a gólt, abszolút uraltuk a játékot az első fél időben. Így lehet ezt elrontani egy játékot egy ilyen kapott góllal, és onnantól kezdve egy picit a Kecskemét tudta azt játszani még jobban, amit ő tud, meg amit láttunk a múlt héten Debrecenben is. Az előrefelő játékban azért ő nekik volt problémájuk 0-0-ig, erre készültünk, sőt azt gondolom, hogy nekünk voltak nagyobb helyzeteink, belegondolok a Spitzmüllerben, tehát meg tudtuk őket bontani, amire készültünk, főképp a baloldalukat. A góljuk után természetesen egy plusz impulzust kaptak, mondom a semmiből rúgták, volt nekem az a véleményem. Második fél évben próbáltunk mozgosítani az energiát, de nyilván azt tudta a Kecskemét játszani, ami innentől kezdve neki feküdt az ötvédős rendszerben. Lezárták a területeket, ott már nehéz volt őket megbontani, és ebbe a tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy majd, hogy nem a végén már egy ész nélküli rohanásba, ott már picit a végére bele is fáradtunk, én azt vettem észre.